láthatjuk, hogy az akkumulátor lobby az titokban terjeszkedik, így nem kizárt, hogy mögöttem itt Rácsalmáson valósulhat meg egy újabb akkumulátorgyár. A Rákai Filip területén tervezett beruházás Dunajváros közvetlen szomszédjában valósulhat meg, így a dunajvárosiak vízbázisát, vagy éppen levegőjét szennyezve. Ezért Dunajváros alpolgármestereként egyéni képviselőindítványt fogok benyújtani a Dunajvárosi Testületnek, amiben azt indítványozom, hogy Rácsalmásnak bármilyen ide tervezett beruházásról egyeztetnie kelljen Dunajváros önkormányzatával, Dunajváros önkormányzata pedig fejezze ki azt a szándékát, hogy semmilyen környezetterhelő, környezetszennyező beruházáshoz nem járul hozzá a város határában. Mára láthatjuk, hogy egyedül a Dobrev Klára vezette árnyékkormány alkalmas arra, hogy meggátolja ezeket a beruházásokat, ezért külön köszöntöm itt a árnyékkormány zöld ügyekért felelős kormány megbízottját, Kocsis Czake Olíviót, akinek át is adnám a szót. Az árnyékkormány szerint mind Rákai Filipet, mind az akkumulátor lobbit meg kell állítani. Itt is azt láthatjuk, mint országszerte, hogy a különböző fideszes potentáltak megint jól járnak, kihasználják kormány közeli kapcsolataikat. Most úgy tűnik, az a hír járja, hogy itt Rákai Filip egy akkumulátorbontó üzemet tervez építetni. Mit is jelent ez? Azt jelenti, hogy több tízezer dunajvárosi és rácsalmási lakos mellett épül egy olyan akkumulátorbontó, amely nehézfémeket, szennyezőanyagokat fog itt feldolgozni és tárolni. Az árnyékkormány szerint az ilyen és ehhez fogható beruházásokat azonnal le kell állítani, amíg legalább két feltétel nem teljesül. Az első és legfontosabb, hogy minden esetben tájékoztatni kell a helyi lakosokat, és informálni kell a helyi lakosokat a környezeti és az egészségügyi kockázatokról. Amennyiben ez nem történik meg, nem kezdődhet el az építkezés. Nem a beruházás után, nem a beruházás közepette, mint Debrecenbe, hanem a beruházás előtt. A másik fontos feltétel, hogy olyan garanciákat kell adni a környezetvédelmi hatóságoknak, hogyha bármilyen szabálytalanságot látnak, bármi olyan történik, ami veszélyezteti a környezetet, vagy a helyi lakókat, akkor legyen lehetősége azonnal félbeszakítani az üzemet, félbeszakítani az építkezést, hiszen ezek az akkumulátor üzemek, akkumulátorbontók súlyosan károsíthatják a helyi vízbázist, szennyezhetik a levegőt, és nagyban csökkenthetik itt a helyi ingatlanok értékeit. A Fidesz persze azzal védekezik, hogy ők mindent a legszigorúbb előírások közepette fognak itt intézni, mint Németországban, csak hogy az a helyzet, hogy Magyarországon ma a környezetvédelem olyan messze van Németországtól, mint Makó Jeruzsálemtől. Itt semmilyen előírás nem tartanak be a fideszes potentáltak, a fideszes udvarnak a képviselői, rájuk semmilyen szabályok nem vonatkoznak, éppen ezért semmilyen bizalmunk nincs a jelenlegi környezetvédelmi hatóságokban. Éppen ezért az árnyékkormány a legnagyobb remény arra, hogy ilyen egészségre károsító, a környezette veszélyes beruházások nem épülhetnek a jövőbe. Köszönöm a figyelmet!